Keller, Albert, Fischer. Simon, nincs lesz. Ketten kísérik bent, Simon teszi be, Albert, gól. Óriási különbség a két csapat között, Albert 4-0. Második félidő, 35. perc. Az előbb is kiátszott helyzet volt, akkor rossz befejezéssel. Most Simon pontosan adja be, Albert vetődik előre, és Zsiborát sérülten nincs esélye. 4-0 tehát. Hatvanhatodik perc. Simon beadását Albert bebólintja. Olyan gól, amit érdemes még egyszer megnézni. Vátézző, Ferencváros, 1-1. És itt éppen a Ferencváros támad. 42. perc, egy gyönyörű lipcsei lövés kijön Tóthról, Albert érkezik, 1-0. Már most az összefoglaló elején hadd hívjam fel a figyelmet Lipcseire, aki hetek óta szenzációsan játszik, no meg Albertre, aki ott volt ennél a kipattanó labdánál a lövés pillanatában, nem volt les, és beágta a hálóba, 1-0, tehát ez volt a félidő eredménye. 66. perc, Lipcsei megy el, elhúzza a labdát, gáncsolja, Szabó és Halápi 11-es. Lipcsei most már nem csak erőből focizik, nem csak végigfutja a mérkőzéseket, hanem a fejét is használja. Albert megint 2-0. Higgadtan, nyugodtan, bár a kapus érzi a sarkot, de miután jól helyezett a labda, nincs esélye. A hajrára, mintha teljesen elfogyott volna a zete ereje. A Ferencváros ügyesen visszahúzódik a saját tér felére, ott próbál labdákat szerezni, és amikor megszerzik, akkor rohannak előre. Kevés passzból, nagy tempóban. Megint Lipcsei, ezúttal a jobb oldalra kikeveredve, nem esik el, nem játszik 11-esre, tovább viszi a labdát, Albert elé tolja, 3-0. A Ferencváros lőtt még egy gólt, ez azonban már sajnos nincs meg, minden esetre Lipcsei balszerencsés lehet, hiszen 3 gólban benne volt, mint előkészítő, a negyediket ő lőtte, ez a gól azonban nekünk, mint említettem, nincs meg, a kollégák lemaradtak róla. Albert a kezdőkörben tovább, de Szapnik, ügyes labda Pálingnak. Befelé Albert, gól! Remek ferencvárosi akció. Második félidő, 20. perc, egy szép labda ki a jobb oldalra. Nagyon jó a beadás, Pálink beadása, és Albert egy nagyon szép fejessel szerzi a harmadikat. 3-1 tehát. 28. perc, a 7. köglet. Rosszul fejelik vissza a Veszprémiek, Balognál a labda, Schneidernek adja, belelépnek a lövésébe Vasilsarokkal, de Szatnik nincs les, mert Lantai beragad. Albert fejel tovább, gól! Albert próbál lefordulni, és teszi mindezt sikeresen. Jó kényszerítődés, gólhelyzet, Albert! 2-0! Remekül tették neki vissza a labdát, és mesterien ellőtte a hosszú oldalra. Lipcsei, aztán Balog. Fodor hátrál, hogy megjátszható legyen, inkább ki oldalra. Pálink próbálja beadni, és adja is be. Jó fejes gól! Albert! Ragyogóan emelkedik fel Albert, és a kapus keze között fejel a kapuba. 2-0 a Ferencváros javára. Hiába van rajta, a bíró a fejesen, a kezét érintve csak bevágódik a hálóba. 21. perc, Ferencváros Siófok 2-0. És már is lendületből indulhat a Ferencváros. Balog, Lipcsei, már azt nézi, ki van a túloldalon, aztán inkább Albertet hozza játékba, gyönyörű! Mintaszerű ferencvárosi támadás az 5. percben. Remek labdát kap Albert,
és ellövi a kapus mellett a rövid sarokba. Albert nem vezette tovább, amikor kellett, akkor ellőtte. Mesteri gól. Ferencvárosi szöglet az ötödik percben, Páling, Albert remekül emelkedik, végcsak beleérni tud, a lécről a gólvonal mögé pattan a labda, megvan a ferencvárosi vezetés, Albert kitűnő ütemben megy fölfejelni. A kapus egy picit balszerencsés. Albert a labdával, 32. perc, Albert egyedül megy, Albert! Kapufa, gól! Elég nehezen ment be végül is. 32-33. perc. Albert szépen hozza magát helyzetbe, és a kifutórok mellett a kapusa segítségével megszerzi a Ferencváros vezető gólját. Lipcsei most a labdával, ott megy Fodor a jobb oldalon. Fodor, középen Gregor, Csigán, és itt mögöttük Albert. Fodor kicsit önző volt, és kicsit határozatlan, visszaszerzi a labdát, Csigán. Albert már helyzetben, Albert Fodortól kapja, 1-0-ra vezet a Ferencváros, 21. perc az első félidőben. Már-már úgy néz ki, hogy nem lehet belőle semmi, Fodor remekül látja ezen az oldalon Albertet. Persze ebben benne van Csigán is, aki visszaszerezte a labdát. Albert nagyon szépen oldja meg és gurítja el Csabán mellett. Harmadik perc. Détári szöglet, egy gyönyörű fejes gól. Albert. Második félidő, harmadik perc. Megint Détári készíti elő az akciót. Albert fejjel, vezet a Ferencváros. Albert határozottan rábólint a labdára, nem lehet védeni. Albert. Vissza Kellernek. Kovács, megint Keller, még egy csel, most lesz sok, úgy nézem. Albert. Gól! 20. perc, vég óriási hibájából. Albert megszerzi a vezetést. De mondjuk azt, hogy Albert fölismerte a lehetőséget, hogyha tömörülnek, lőni kell. Vég árnyékra vetődik, a hasa alatt becsúszik a ferencvárosiak vezető gólja. Albert. Egyedül megy, és nagyon jól, mert így nem lehet les. Albert helyzetben, Albert még mindig ellövi, 2-0. Végre valami foci, Albert. Csak dicsérni lehet Albert Florián. Megint valami plusz tiszta játékba azzal, hogy nem adja le, tovább viszi, nagyon nagy szóló. Ő a meccs hőse, 2-0. Sáfár jó magasra föl, Lipcsei és Zavacki indít, Balog, Macóval nagy versenyfutás, érkezik a bal oldal, Szekeres, Zavacki, még mindig ott van, Albert lövi, gól! Nem mertem kimondani, mert hozzáért Sáfár a labdához. 25. perc a második félidőben, Albert lőtte el a labdát, Sáfár hozzáér ugyan, de pechére saját kapujába pattan. 1-0-ra vezet a Ferencváros. Nézzük Vanicek szögletét. Itt a gól, hatalmas Albert fejessel. Teljesen egyedül ugorhatott fel Albert Florián. És gyönyörű, szép, pontosan irányított fejessel a bal felső sarokba. 1-0. A Ferencváros javára. Albert. Albert még nála marad a labda, és most ketten vihetik rá Vácira a labdát. Christiansen nincs les. Albert a 16-oson belül gólhelyzet. Gól! 2-0.
12. perc, Albert indul, Christiansen remekül visszateszi a labdát, egy védő beragad, és Albert nagyon nagy gólt lő. Lipcsei. Még az indítás is belefér. Albert gól helyzetben, Albert gól! 15. perc, egy nagyon jó indítás, és Albert elegáns gólt lő. Füle, Rutka a lábát találja el, acélnál a labda előnyszabály. Kasza, nagy. Albert lép bele egy labdába, nagy óriási hibát követett el, Albert a 16-osnál, Albert még, és gól! Vezet a Ferencváros, Albert góljával, akinek ez a 21. NB1-es gólja. 23. perc, Nagy Tibor óriási hibája, ezért kapni fog rendesen Csanktól. Albert megy el, és bár beleérnek, de felperdül a labda, és így születik meg a Ferencváros vezető gólja. Kasza majdnem eléri. Albert minden esetre higgadtan oldja meg. Simon, most a ferencvárosi. Nagy labda, nagyon jó átadás Lipcseinek. Még nagyobb Albertnak, és 2-0. Remek támadás volt. Kitámadtak a vasas védők. Mintaszerű pontossággal futott végig a pályán az akció. És a 22. perc első másodperceiben már 2-0. Szekeres és Albert a gólszerző. A legjobb ütemben kapja Albert. Éppen az elfekvő sáfár hasa vagy oldala alatt tökéletesen időzítve. Tisztes, nyilas. Ez jó labda. Albert nem adta le Kopunovicsnak, elcsúsztatja Tóth mellett, és vezet a Ferencváros. Egy szenzációs labdával ugratják ki Albertet, aki nem választotta Kopunovicsot, aki mellette futott, hanem inkább egyedül fejezte be az akciót, megnézte, hogy hol gurítsa a labdát, és ezt hibátlanul meg is tette. A 30. percben vezet a Ferencváros, 1-0. Kuntics, Lisztes mellette. Nyilas, Albert, gól! 3-1. Zsivóckival, Zsivócki szerel, Szűcsi a labda. Kiengedni nem lehet Tamásinak, kihozni viszont ki lehetett volna. Pálink szerzett labdát, Lisztes, Jócsel, még ott van. Kuznyecov megint elől, egy lövés, gól! 2-1 a Ferencváros javára, Albert a gólszerző. Tizedik perc a második fél időben. Kuznyecov is lőhette volna, Alberten senki nincs, Oprisán nincs jobb szó rá, szaladgált ide-oda. Ő próbálta összetoldozni, foltozni a védelmet. Többször is felszabadíthatott volna az MTK védelme, és egy nagyon jól eltalált lövés, éppen hogy megkerüli Babos kezét. Albert Flórián. 2-1. És egyelőre úgy néz ki, hogy Albert gólja lehet döntő. Albert. Kuntics. Hárman három ellen. Kuntics. Jobb oldalt Albert. Újabb gólhelyzet. Albert. Ezt is berúgja. 3-1. Albert Flórián. 62. perc. Gyors támadás. Kuntics nem balra teszi, hanem jobbra, ott nincs védő. Babosnak még gyakorlatilag vetődni sem maradt ideje, Albert már elrúgta mellette a labdát.
hidegvérű befejezés egy nagyon jó indítás nyomán. Tisztes bedobás a Simoné. Újra ő, Albert. Még tovább kerül a labda, Albert. És gól! Bent van az ötödik ferencvárosi találat. Albert visszaszerezte a labdát, nem hagyta magát, és mintegy 16-17 méterről megszerzi az ötödik ferencvárosi gólt. Valóban a Tilitolinak sok értelme nincs a 16-os előterében, egy lövés pedig ilyen időjárási körülmények között meglepheti a kapusokat. Zavadszky, szép támadás, Albert gól! Vezet a Ferencváros. Albert Florian a gólszerző a 61. percben. Pontos lapos passzok, nem emelték fel a ferencvárosiak a levegőbe, nehogy a szél esetleg elfújja. Zavadszky, szép a kényszerítő, Albert pedig higgadta végén. 1-0 a vendégek javára. Bimbó kilép, de Juhász beragad. Albert pedig, aki a legfanatikusabban biztatta társait a meccs előtt, pár perccel az öltöző folyosón, most példát mutatott. Két helyzete volt, az kimaradt, ez most bement. 3 perccel később támad a Gászer, lehet, hogy megpróbálnak nagyobb előnyt szerezni a hazaiak. Tiver nem a kapu felé fordul, hanem visszateszi. A lövés könnyű zsákmány Hajdúnak, és nézzék csak, ebből indul az ellentámadás. Lassan kocognak a Gászer játékosai. Annál pürgébbek a fradisták. Horváth Ferenc egy ügyes mozdulattal középre, Albert, 2-2. Albert Florian, a cserejátékos, mielőtt Franciaországba távozik, ünnepel. Az egyenlítő volt ünnepli, negyed órával később pedig a ferencvárosi szurkolók már az ezüstérmet ünnepelték.